Egy éve épültek azok a kosárlabda pályák a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát műszaki középiskolájának udvarán, melyeket azóta folyamatosan használhatnak a fiatalok. A Nyíregyházi Kosárlabdát Szerető Közhasznú Sport Egyesülete TAO-s forrásból most továbbfejlesztette a környezetet. Egy 430 fős lenátó épült, és ledes világítást is kaptak a pályák, így este is lehet találkozókat rendezni. A fejlesztés több mint 30 millió forintba került. Így összesen 36 millió minden együtt, 36 millió, amelynek 70%-a a látványcsapat sportágakra biztosított TAO támogatásból valósult meg, és 30%-ot pedig egyesületünk önerőből tette hozzá. A lelátó és a világítás átadóján dr. Szabó Tünde is részt vett. A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy méltó körülmények között sportolhassanak a fiatalok. Itt voltam a streetball pályának az átadásán, és már akkor elhangzott, hogy milyen fejlesztések fognak érkezni a közeljövőben, és még itt nem állunk meg, hiszen hallom a álmokat és a vágyakat és a célokat, úgyhogy majd segítünk mindenben, hogy valóban meg tudjon valósulni az, hogy egy fantasztikus komplexumot is kapjon, úgymond a Bánki középiskola. Nyíregyházán több sportot érintő beruházás volt az elmúlt években, illetve zajlik jelenleg is. Korszerűsítették a tornatermeket, és épül az úszoda is. Az egyesületek bázisiskolája a Bánki, és örömmel adtunk helyt, mint tulajdonos, az önkormányzat tulajdonos, a szakképzési centrum a fenntartója az iskolának. Ezeknek a fejlesztéseknek, amelyek nem csak csodálatos sportlétesítményeket hoznak létre, hanem a gyerekeket sportolási lehetőséget nyújtanak számukra, és tudjuk azt, hogy az egyesület is közel 100 gyerek igazolt versenyzővel rendelkezik, és különböző korosztályokban versenyezheti őket. Tehát nem csak kő és beton, nem csak fejlesztés, az a minimum, a feltételek kellenek ahhoz, hogy a gyerekek kedvet kapjanak a sporthoz és eredményesen sportoljanak, elsősorban az egészségért, de mi, akik szurkolók is vagyunk, azt is tudjuk, hogy büszkék is vagyunk, hogyha nyernek, vagy részt vesznek egy versenyen. A Nyíksek kosárlabda együttese jelenleg az NB2-ben szerepel, de több utánpótlás gárdát is indított az elmúlt idényben. A kinti pálya mellett a tornaterem is megszépült, ma pedig egy defibrillátort is átadtak. A közelmúltban több beruházás is volt itt a Bánki területén, többek között megszépült a tornaterem, új lelátót kapott az a létesítmény, illetve kamerarendszert is építettek. Ez most a kinti részt érinti, ez a lelátó, mert a fejlesztések nem állnak meg, és továbbiakat terveznek még itt a létesítményben. Az új lelátót rögtön egy kosárlabdatornával avatták, a tervek szerint több hasonlót tartanak majd a Bánkiban.